Gumigranulátummal töltik meg a diákok a zsákokat. Ebből a nagyméretű bálából kell kilapátolniuk a szemcséket. A feltöltött zsákok tartalma építkezésekhez kell majd. A feladat könnyű fizikai munkának minősül, délelőtt már el is készülnek vele. Tizen vannak erre a feladatra, hamar végeznek a munkával a nyári szünidős diákok. 6 órát dolgozunk, 7-től 13-ig, és nem tudok konkrétan mit szólni ehhez, mivel lefáradunk, az biztos, és ezen kívül eléggé érdekes feladatokat tudunk kapni. Kicsit odébb lányok gyomlálnak a sportpálya szélén, a felesleges gaz távolítják el. A védőkesztyű használata fontos a sérülések elkerülése véget. A Dombóvári Önkormányzat 20 éve szervezi meg a diákmunkát a szünidőn lévő fiataloknak. Erre a július és az augusztus hónapa legalkalmasabb. A diákmunkaprogramot havonta indítják, így mindig más és más fiatal tud munkát vállalni. Akad olyan diák, aki maradt 2 hónapig, de a fiatalok 75%-a általában kicserélődik, mondta Pintér Szilárd polgármester. Szóval sportcentrum nyári felújítási karbantartási munkaerők mindig aktív résztvevők, hiszen a sportpályákat ilyenkor kevesebben használják, ez megteremti annak a lehetőségét, hogy zökkenőmentesen tudjanak ezek a munkálatok folyni. Nagyon örülök, hogy évről évre túl jelentkezés van a diák munka tekintetében, és azt gondolom, hogy becsületesen szorgalmasan végigdolgozzák. A középiskolás diákmunkások az utolsó munkanapon pincepartira kapnak meghívást a polgármestertől a múzeum kertbe.